fontos mérkőzés volt a részünkről is. De azt kell mondani, hogy a mi csapatunk elfelejtett futballozni. Tehát ezt az egy rövid mondatot tudtam mondani a játékosoknak szünetben. Ha így játszunk, ahogy játszottunk az elmúlt három fordulóba, akkor azt kell mondani, ahhoz képest, amilyen eredményt elértünk össze, a csapat nem változott, míg a kapuban van csere, mert eligazott a kapusunk meg a forgó középpályáról a forgó Zoli. Ez annyira nem vethette vissza a csapatot játékba, a csapat teljesítménybe, mégis igen, tehát azt érzem, hogy a csapat megelégelt, jól lakott a tavaly eredménnyel, és úgy gondolok, hogy elég, ha kimegyünk a pályára ebbe a bajnokságba, és akkor is jönnek a sikerek. Nem motiváltatásság, ebben biztos neki is megvan a magam szerepe, felelőssége, de az biztos, hogy ez a csapat, mint elfelejtett volna futballozni, ettől sokkal többre vagyunk képesek, és nem tudunk folyamatos játékot produkálni, nincsen védekezésünk. Olyan gólokat kapunk, amit 10 éves korban már nem illik kapni. Ezen kívül gólképtelenek vagyunk elő, harmadik mérkőzést játszottuk, és most szereztük meg ez a nyögvennyelős kis góllal a egyetlen akciógólunkat, mert 11-esből szereztünk gólt mi Lajos Mizsén, de akcióból nem. Ez a csapat, amely tavaly második legtöbb gólt szereztet, ez egy kicsit én úgy érzem, hogy szégyen. Ettől függetlenül rendbe kell tenni a fejekbe a gondolatokat, és menni kell tovább, megpróbálni talprálni, mert most egy gödörbe került bele a csapat. Az elmondható, hogy most szerencséjük se volt, rengeteg helyzetet hagytak ki. Igen, egyébként azt kell mondani, hogy az ellenfél nagyon jó taktikát választott, visszazártak, nem engedtek területet, nem tudtunk beindulni, a légtérben úr volt a középhátvéd, ezen kívül meg jó romboltak, jobban akarták a győzelmet mi, sokkal többet tettek érte, tehát ilyen szempontból azt mondom, de talán meg is érdemelt a győzelmük. Ezen a mérkőzésen kijött a játék. Én úgy érzem, hogy az ellenfél több helyzete volt, jobban játszott, de szerintem küzdeni tudásból, akaratba és egymást kisegítésből jelesre vizsgáztunk. Úgy eléggé sok dolgod volt, ez megszokott minden mérkőzésen. Hát testalkatom nem ezt mutatja, de igen, csak haigálni lehetett megint magam a kapuba. Rengeteg lecsorgó labda volt. Én azt mondom, hogy én igazi nagyon nagy helyzetet nem dolgozott ki az ellenfél, sok kis apró. Előttem Horváth Attila nagyon jól játszott, tehát rengeteg terhet levett a vállamról, de fiatal csapatunknak nagyon szüksége van az irányításra hátul mind a kettőnktől. Önbizalomból telve játszott a csapat, ez a lövésekben is megmutatkozott, ugye az egyik távoli lövés éppen be is akadt. Hát a hétközi kupameccsünk nagyon jókor jött, tehát ez a hét rugott gól adott önbizalmat, illetve ott is rengeteg távolról rugott gólunk volt, illetve hát ezt gyakoroltatta most a mesteredzésen, egyre többet vagyunk kint edzésen. Hát szerencse is volt. Én úgy érzem azért, egy annak ellen nagyon nagy lövés volt, hárítható volt az én szemszögemből, tehát szerintem Béla mellé nyúlt.